A Bors Online szerint már semmi sincs Tarsoly Csaba nevén, a budai 100 milliókat érő villája egy svájci cég tulajdona. Apja Tarsoly Vince háza pedig annak felesége nevén van, akinek nincs tulajdon része a Questorban, így elvenni sem lehet majd tőle. Közben a Fidesz benyújtotta a brókerbotrányok áldozatainak kártérítését szolgáló vagyon biztonságba helyezését szolgáló törvényjavaslatot, ami az átlátszó.hu szerint semmit nem ér. No, folytatjuk a témát. Gyorsan leültünk Tuzson Bencével, a Fidesz szóvivőjével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ugye azzal kezdtük itt is ezt a kronológiát, hogy ahhoz, hogy értsük igazából a Questor ügyet, ahhoz célszerű visszamenni a Budakeshez. És rögtön segítsen nekem valamit megérteni. Ugye a Budakestnél most azt tudjuk, hogy jelen pillanatig 68 milliárd forintnyi vagyont már sikerült zárolni. Ehhez képest úgy tudjuk, hogy a kár az 62 milliárd forint. Hol van a vagyonvesztés? Hol van egyáltalán a kár? Tehát tulajdonképpen miért kellett bedőlnie akkor a Budakestnek? Hát lássuk az ügynek a végét, most egy nyomozati eljárásban vagyunk, és a nyomozat, illetve a bűncselekmény feltárásának időszakában örülni kell annak, hogy zár alá lehetett venni egy ilyen vagyon. De ha megvan a vagyon, akkor van bűncselekmény? Hogyha van vagyon, természetesen akkor is lehet bűncselekmény, hiszen nem tudjuk azt, hogy ezt a vagyont mondjuk honnan vették zár alá. Ugye minden ilyen ügyben, hogyha a bűncselekménye lefut, és végére érünk egy bűncselekménynek, akkor lehet a zár alá vett vagyont kártanításra, illetve kártétésre majd felhasználni. És ugye a Budakes ügyében ott többféle bűncselekmény is megvalósult. Egyrészt látjuk azt, hogy a bankoknak a pénzét is elvitte a Budakes, és bedöntött bankokat ilyen formában a Budakes, ugyanaz a tulajdonosi körhez tartozó bankokat, de bedöntött egy bankcsoportot. Másrészt pedig közvetlenül az a pénz az nem állt rendelkezésre, tehát a szabályoknak nem tudott megfelelni. Reméljük, hogy tényleg igazok a hírek, és lesz annyi pénz, hogy a teljes kártanítás megvalósuljon. Kétféle kártanításról beszélhetünk e tekintetben. Ugye van a befektető védelmi alapnak a kártanítása, ugye egy kicsit kockázatosabb dolog. Itt 6 millió forintig van kártanítás, és van ugye a másik kártanítási összeg, ami a banki károsultakra vonatkozik. Ott egy nagyobb összegről beszélünk, ott ugye 30 millió forintig kártalanítanak, úgyhogy ez kétféle kártalanítás, és reméljük, hogy ezek meg is fognak térülni. Ha nem térülnek meg, akkor ezeket teríti ez a rendszer a legvégén a bankokra, de a végén tud visszakerülni ebbe a rendszerbe a pénz, arra törekedni kell, és a mi módosító javaslatunk is arra vonatkozik, hogy minden pénzt próbáljunk beszedni, próbáljuk lefogni azt a teljes vagyont, ami ebben a körben felmerülhet, tehát a bűnösöknek a vagyona legyen része a kártanításnak. Orbán Viktor ugye azt mondta, hogy életösztönből szólt, hogy ki kell venni ezektől a pénzintézetektől a pénzt. Milyen logika mentén nem a rendőrségnek, nem az ügyészségnek, nem a pénzügyi felügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Bank vezetőjének szól, hanem a minisztereinek. Mi indokolja ezt? Ugye nagyon jó, hogy ezt felveti ezt a kérdést, mert jó, ha tisztán látunk végre, hogy itt milyen pénzekről van szó, és hogy mi az, amit megtehet a magyar állam és a magyar államnak a szervei. Ugye a magyar államnak a szervei állampapírban tartják a pénzt, és ott jó, hogyha kiemeljük azt, hogy a Questornál mi volt az alapvető probléma? Ugye az alapvető probléma nem az állampapírokkal, az állampapírok kezelésénél volt gond a Questornál, hanem egy másik oldalon jelentkezett a probléma, hogy a kötvényeknél mi a különbség a kettő között. Ezek úgynevezett vállalati kötvények voltak, azaz a Questor kibocsátott kötvényeket, 60 milliárdot bocsáthatott volna ki, és 150 milliárddal többet bocsátott ki, mint amit lehetett volna. Ezek saját kötvények, amikor arra hívja fel a befektetőket, hogy gyertek hozzám, én adok nektek egy viszonylag magas kamatot, és biztonságban van a pénzetek, állította a Questor. Ez egy teljesen másik kérdés ahhoz képest, hogy bizonyos cégek, ezek a broker cégek, ezek vezethetnek számlát, állampapír számlát is, és így vezettek is állampapír számlát. Szóval a végén meg fogjuk érteni azt, hogy Orbán Viktornak, ha van egy szimata, hogy itt valami baj van, akkor miért a minisztereinek szól? Ha az állampapír számlát vezetik, az állampapír számlán az állampapír az ahhoz tartozik, akinek a nevére a számla szól. Tehát technikai kérdés az, hogy hol vezetem ezt a számlát. Tehát, hogyha ezt akár a Budakestnél, akár a Questornál vezetem ezt a számlát, akkor természetesen ez az összeg nem tartozik bele a Questornak vagy a Budakestnek a vagyonába,
hanem ez mindig is annak a vagyona, akihez az állampapír tartozik. Tehát az állampapír ilyen szempontból nincsen veszélyben, és azokat az embereket is meg kell nyugtatni, és kisbefektetőket, akik ezeknél az intézeteknél állampapír számlán tartották a pénzüket. Tehát Orbán Viktor érezte, hogy baj van, is, de nem akart pánikot csinálni. Abban a körben, ami fölött ő diszponál, ott szólt, de egyébként azt gondolta, hogy nem veri félre a harangokat. Most már egy teljesen más lehetőség van, mint korábban. Ilyen típusú állampapír számlát, mint amit például a külügyminisztérium intézménye is vezetett, ma már, és ez új szabály egyébként, korábban régen nem volt ilyen, ma már az állam kincstárán is lehet vezetni, és azt gondolom, hogy nem, azért... Miért nem az államkincstárnál? Az államkincstárnál nem lehetett vezetni, csak nemrég, szerintem néhány éve alakult ez a szabály így. Előtte nem lehetett, és előtte ugye csak a másodlagoson piacon lehetett venni állampapírokat. De én azt gondolom, hogy abban az esetben... És ezek a Budapest ilyen... befektetések, ezek mikorra datálódnak? Ugye azt gondolom, hogy ha egy ilyen eset előáll, akkor a felelős kormánynak azért mégiscsak arra a kérdésre kell választ adnia, hogy mit kell mutatnia, hol lehet az állam pénze a legnagyobb biztonságban, szóval olyan formában is, amikor ezek a befektetések... Ezért értelemszerű, hogy ilyenkor át kell tenni az államnak. Már akkor is lehetett volna az államkincstárnál számlát nyitni, a külügyminisztérium vezetése mégsem úgy döntött, hogy az államkincstárnál. Ugye ezek azért... Az állam az államnál, nagyon logikus lenne. Persze, csak ezért utaltam rá, hogy csupán technikai kérdésről beszélünk, tehát bármikor ezekről a számlákról át lehet transferálni bárhova ezeket az állampapírokat. Az állampapír maga jelenti a biztonságot egyébként, az állampapír léte az a biztonságot jelenti. De hát kérem nem szépen, az, hogy melyik számlán most látszik, van. Hogy nem mindegy. Pont erről szól a történet, hogy mégsem akkor... mindegy. Ha az államkincstárnál lenne a pénz, akkor egy pillanatig nem kellett volna rosszul aludjanak a sorsa miatt. Bocsánat, az állampapírok tekintetében, amit az állampapír számlán vezettek, és a Questornál ilyen probléma nem volt, tehát az állampapír számlán vezetett állampapírok... Na de nem állampapírt kaptak vissza, hanem készpénzt. Bocsánat, az egy másik kérdés, hogy hogyan kérem a transfert. Hogyha átutalást kérek... Ezt nem tudom megmondani, ezt nyilván tőlük kell megkérdezni. Tudomásom szerint nem. Tudomásom szerint a külügyminisztérium is meglepődött, hogy készpénzt kap vissza állampapír helyett. Hát, két dolgot kérhet, transfert kérhet, és átutalást kérhet. Átutalást kér, akkor pénzt fog kapni, a transfert kér, akkor transferálják ezt az állampapírt. Természetesen, hogy ez hogy folyt le itt ebben az esetben, azt nem tudom megmondani, de ez így megy, és tudomásunk szerint az állampapírokkal egyébként a Questornál sem volt gond. Tehát így ez a képlet teljes egészében, és meg kell nyugtatni mindenkit, aki kisbefektető, hogy akinek a pénze a Questornál állampapírban volt, azoknak a pénze biztonságban van, mert az állampapír továbbra is garanciát jelent, és az nem tartozik bele a Questor vagyonába. Hogy ez mennyire megnyugtató a kisbefektetőnek, azt majd eldönti a kisbefektető, mert ugye jelenlegi tudásunk szerint a Questor pontosan azért térdelt le. A kötvényt meg az állampapírt ne keverjük össze, tehát és ne is tévesszük meg a kedves nézőket, tehát biztosítsuk őket, hogy az állampapír továbbra is biztonságos, a kötvény viszont nem az. Tehát a kettő között különbség van. Annyiban vitatkoznék önnel, hogyha a külügyminisztérium kéri vissza, akkor neki vissza tudják fizetni. Ha kisbefektető, akkor egyelőre ott tartanak, hogy nem. Persze, mert közben felfüggesztették a működést, de ettől függetlenül az az állampapír biztonságban van, és kérhető egyébként, hogy az bocsássa ki ebből a körből a felszámoló is ezt a vagyont, hiszen ez nem tartozik a felszámolás körébe. Tehát ha per pillanat azon a számlán, hiszen a számla nem működik most, nem is tudja lehívni a kisbefektető, attól még a pénze biztonságban van állampapírban. Tehát ez így néz ki a jogi helyzet, a valóság az ez. Kicsit makacskodnék még azon, hogy Orbán Viktornak, ha rossz érzése van a pénzügyi rendszer stabilitását illetően, akkor miért a minisztereinek szól, és miért nem mondjuk a pénzügyi felügyelet vezetőjének? Itt az állampénzéről van szó, és az állampénze tekintetében indokolt, miután ki van alakítva most már egy egészen biztonságos rendszer, ezt ilyen formában tartani. És az állampénze, szóvivő úr, az állampolgárok pénze. Tehát én azt gondolom, hogy ilyen szempontból nincs distinkció, hogy a kisbefektető veszíti el a pénzét, vagy kisbefektető, vagy adófizetőként az állam fizet. Mondom még egyszer, ugye az államnak is állampapírban volt a pénze, tehát nem volt ilyen szempontból veszélyben. De hogyha most erről beszélünk, akkor nézzük meg azt a folyamatot, ami összességében ugye ide vezetett. Milyen szabályozás és vezetett ide, és hogyan alakulhatott ki Magyarországon ez a rendszer? Ugye volt korábban, még a 2000-es évek elején egy szabályozás, ami egy ellenőrzési rendszert írt elő, egy rendszeres, átfogó ellenőrzést. Megváltozott ez a szabály Magyarországon, és ez egy filozófiai különbség közöttünk és a
másik oldal az ellenzék között is, hogy korábban... Sejtettem, hogy Gyurcsány elő fog kerülni. Korábban ugye az volt a helyzet, hogy abból az elvből kiindulva, hogy a piac majd szabályozza önmagát, egy teljesen másik rendszert alakítottak ki. Ez vonatkozott egyébként nem csak erre a szegmensre, hanem a banki szektor tovább többi részére is, hiszen mondjuk a forint hitelek között azt az állami garanciát, ami az állami támogatást is jelentett a hitelekre, azt megszüntették, és a hitelezést is áttolták egy devizahitelezés irányába. Ez volt egyébként a helyzet ebben az esetben is, hogy megváltozott a szabályozás, megszűnt az ellenőrzés. 2009-ben visszaállt az IMF nyomására egyébként az ellenőrzés egy 5 éves periódusban. 2010-ben voltak ellenőrzések, és utána egy hosszabb időszak következett. Ezért kellett a rendszer teljes egészében megváltoztatni, hozzányúlni magához az egész pénzügyi rendszerhez. Elkezdtük ezt a bankokkal, a bankok rendszerének átalakításával, bankok elszámoltatása, devizahitelek. Majd a külügyminisztérium intézménye mégiscsak úgy döntött, hogy nem az államkincstárnál, hanem a Budakestnél vagy a Questornál vezeti a számláját. Holott lehetett volna az államkincstárnál. Mondom még egyszer, hogy e tekintetben egy technikai jellegű kérdésről van szó, ilyen számlát bárki vezethetett, és vezetett most már az államkincstár is, és valóban indokolt is, és a miniszterelnök lépése erre vonatkozik, hogy az állam a pénzét ezeken a számlákon tartsa. Mondja azt, milyen logika indokolja, hogy Tarsoly Csaba Szijjártó Péteren keresztül Orbán Viktornak ír levelet, amikor baj van. Nem a rendőrséghez fordul, nem az ügyészséghez, nem a pénzügyi felügyelethez, hanem minek nevezzem mentorának Szijjártó Pétert, rajta keresztül a miniszterelnöknek ír egy levelet. Hát, milyen ország ez? Mondjuk azt, hogy ha egy bűncselekmény terheltje éppen mit csinál, azt ne tőlem kérdezze meg, azt a bűncselekmény terheltjétől lehetne megkérdezni, ha éppen most már nem lenne előzetesben. De e tekintetben az a fontos kérdés nyilván, hogy mit tartalmazhatott egy ilyen levél, és nyilván a miniszterelnök úr is nyilatkozott, hogy ugyanazt tartalmazta, amit egyébként a felügyeletnek is megírt Tarsoly Csaba, ugyanazokat az egyébként hát furcsa állításokat fogalmazta meg, mint amit egyébként oda fogalmazott meg. Orbán Viktor vagy Szijjártó Péter számára mikor derült ki az, hogy Tarsoly Csaba bűnöző? Hát én azt gondolom, hogy bocsánat, szerintem, hogy önt megvédjem. Bíróság jogerősen nem ítélte el. Semmiképpen se vádoljunk senkit bűncselekmény elkövetésével, mielőtt a bíróság ezt jogerősen meg nem állapította a büntetőjog szabályai alapján, tehát gondolom ön sem ezt akarta tenni. De minden esetre erős gyanú van ebben az ügyben a bűncselekmény vonatkozásában. Nyilván ők is csak akkor tudhatták meg, amikor a felügyelet maga eljutott egy olyan stádiumba, hogy itt bűncselekmények megvalósítása történhetett. Hát én önnek dátumot nem tudok mondani. Hogy fordulhat elő, hogy ez a Tarsoly Csaba, akiről beszélgetünk, az ország egyik leggazdagabb embere, Győrben futballstadion szponzorál, közben meg papíron nincs telen? Hát látja, ez a nagy kérdés. Ezt a rendszert kell Magyarországon felszámolni, azt a rendszert kell felszámolni Magyarországon, hogy emberek így el tudja... De kinek tudja? Kinek kéne? Önök kormányoznak. Most már több mint 4 éve önök kormányoznak. Ha megnézi a most beterjesztett jogszabálymódosítást pont ezzel kapcsolatban, arra vonatkozik a legutóbbi jogszabálybódosításunk, hogy ezt a rendszert teljes egészében felszámoljuk, és megpróbáljuk lefogni mindenkinek a vagyonát, bármilyen módon próbált trükközni ezzel a vagyonnal, minden vagyont, ami ebből a bűncselekmény sorozatból származhatott, és ezt a kártétése később fel lehessen használni. Nem könnyű ezt egyébként megtenni, nagyon körültekintően kell eljárni, de most be is került a parlamenthez ez a jogszabálymódosítás, mindenki, az összes parlamenti párt hozzá is járult ahhoz, hogy ezt házszabálytól eltéréssel fogadjuk majd el. Reméljük, hogy a szavazásnál is számíthatunk az ellenzéknek a támogatására. Itt a vége. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm szépen én is.